Életmentés másként elnevezésű adománygyűjtő akciót hirdetett a karcagi Kátai Gábor kórház dolgozói számára a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör. A felhíváshoz nem csak a kistérség cégei csatlakoztak, hiszen érkezett adomány Bodrog Keresztúrról, de Hollandiából és az Egyesült Államokból is. A Tiszatavi Keresztény Polgári Körrel, ha jól emlékszem, körülbelül egy olyan 2,5 hete voltunk itt, és akkor szembesültünk azzal a hatalmas nagy energiakivétellel, energiafelhasználással, amivel ezek az orvosok gyakorlatilag a mi életünkért küzdenek. És feltettük magunkban azt a kérdést, hogy vajon mivel tudnánk hozzájárulni az ő kitartásukhoz, az ő lelkesítésükhöz. És kidolgoztunk egy olyan programot, aminek azt a nevet adtuk, hogy életmentés másként. Mi is részt akarunk vállalni az életmentésbe, de nem úgy, hogy mi magunk végezzük az életmentést, hanem azokat erősítjük, akik az életet mentik. És a lelküket szeretnénk támogatni, erősíteni ilyen kis üzenetekkel. Gyakorlatilag 700 kis szívecskét hoztunk, amin valamilyen bibliai biztató üzenet található. Minden munkatárs, orvosok, egészségügyi munkatársak, az őrök, takarítószemélyzet, mindenki fog ebből részesülni. Másik oldalon pedig egy egészségmegőrző csomagot is állítottunk össze, ami salátaöntetekből, salátákból és almából áll. És van egy ilyen energiacsomag is, amiben csoki, kávé, teja, cukor, édesítő, méz, mindenféle ilyen édesség van, amikor megállnak egy pár percet kicsit pihenni, ezzel fel tudnak töltekezni. Fantasztikus örömünk van, hiszen egy nemzetközi összefogás lett ebből a helyi összefogásból. Hollandiából érkezett adomány, több kiló, azt hiszem, hogy 30 kiló kávé, édesítőszer, édesség, teja érkezett hozzánk. Amerikából érkeztek támogatások, és Magyarország teljes területéről érkeztek hozzánk. Tehát ez nem csak a nagykunságról szól, hanem egy nemzetközi összefogásán nőtte ki magát. Nagyon büszkék vagyunk az adományozóinkra, de legfőképpen büszkék vagyunk azokra az orvosokra és egészségügyi dolgozókra, akik szinte nappallá téve az életet mentik. Több mint 400 kilónyi adomány gyűlt össze, 1 millió forintot is meghaladó értékben. Nagyon szépen köszönjük, mindenfajta adományra szükségünk van. Én szoktam mondani, hogy a itt dolgozóknak nyilván a köszönet nyilvánítás és pár jó szó, ez mind lelkileg, mind fizikailag segíti tovább a munkájukat. Én nagyon örülök neki, hogy, és ők is nagyon örülnek neki, hiszen eljutatjuk, minden adományt eljutatunk a dolgozóinkhoz, hogy így a lakosság így kifejezi a háláját. Az utóbbi időben ugye beindultak az oltópontok is, és az oltópontokra is érkeznek olyan adományok, hogy tényleg mi magunk meglepődünk, hogy megköszönik az emberek a munkánkat. És nagyon örülök neki, hogy tényleg az egészségügyben dolgozók felé a hálát, a köszönetet így kifejezi a lakosság és a ellátásban résztvevők, illetve azt igénylők. Illetve hát azok is, akik az ellátásban nem vesznek részt, de valamilyen úton, módon látják, érzékelik az intézményben dolgozók leterheltségét, és ezt próbálják jobbítani, segíteni, és ezért nagy-nagy köszönettel tartozunk feléjük. Sokszor nem csak az anyagi jellegű, anyagi természetű adományok számítanak, hanem az a fajta közösségvállalás, az a fajta szolidaritás vállalás, amit a társadalom így tud kifejezni az ápolók, az orvosok és az egészségügyben dolgozó személyzet számára. Nélkülözhetetlen a munkájuk, ők vannak most a frontvonalban, az ő odaadásukon, az ő munkaszeretetükön is múlik az, hogy mennyire sikeresen tudja venni az ország az előttünk álló kihívásokat, mikorra sikerül kordába szorítani a járvány terjedését, és mikorra sikerül a szövődményeket olyan mértékűre leszorítani, hogy a halálozások száma is jelentős csökkenést mutathasson. Az is nagyon fontos számunkra, hogy az egészségügyi rendszer ellátó képességén és a személyzeten a gazdaság újraindításának egy szelete is múlik. Tehát én érzékelem, hogy ők ezzel a felelősséggel tisztában vannak, hogy az odaadásuk semmit sem csökkent, sőt, még kitartóbbak és még erősebbek lettek. Megacélozta őket az elmúlt 13 hónap, amit már magunk mögött tudhatunk, és reméljük, hogy egyre kevesebb van előre, egyre kevesebb van, és most már az erdőből kifele tartunk, ahhoz, hogy a gazdaságot is kellő átgondoltsággal, kellő körültekintéssel, de újra tudjuk indítani, legalábbis azokat a szereteit, amik
lelassultak vagy leálltak, ilyen a turizmus, a vendéglátás és az idegenforgalom. Nagyon szeretnénk, hogyha az ebből a területből élőknek a sorsa is hamarosan rendeződhetne, hiszen a megyében is családok tízezreinek múlik a munkája, a megélhetése azon, hogy ezek a szektorok mikor tudnak újraindulni, mikor tudják a munkát újra felvenni az emberek, mikor a telnek meg a vendéglátóhelyek és a turisztikai kínálat vendégekkel, és mikorra lesz olyan szintű a biztonsági érzet, hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel, körültekintéssel, de igénybe vehetőek lesznek az itteni kínálat elemei. A személyes jelenléten is nagyon sok múlik, hogy hogyan tudjuk még az anyagiakon felül, vagy a tárgyi adományokon felül kifejezni azt, hogy osztozni szeretnénk abban a teherben, és legalább arra az időre, amíg át tudjuk venni az önkéntes munkával a dolgozók munkáját, beosztását, addig legalább az ő pihenésüknek is egy picit nagyobb teren nyílik. Hiszen látjuk, hogy 0-24 órában végzik a munkájukat, fáradhatatlanul ünnepnapokon is, és ez az oltás felvételéhez is, és a betegek ellátásához is nagyon szorosan kötődő önkéntes munka, amit városunk és megyénk és a térség országgyűlési képviselője is már felvállalt. Én büszke vagyok arra, hogy az ő munkatársuk és harcostársuk lehetek, és hogyha ezzel tudunk hozzájárulni a munka, az egészségügyi munka sikeréhez, akkor ezzel, de minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk. Az orvosi eszközöket, takarókat, fertőtlenítőszereket, kávét, teát, csokoládét, üdítő italokat, gyümölcsöket ma ünnepélyes keretek közt adták át az egészségügyi dolgozóknak. Magyarország és az egészségügy az elmúlt évtizedek legnehezebb feladata előtt áll és közben van. Gondolom már inkább már a járvány vége felé járunk. És az egészségügyi dolgozók megfeszítve emberfeletti munkát végeznek, és hogyha akár egy jó szóval, akár önkéntes munkával, akár adománnyal tudjuk az ő munkájukat segíteni, akkor segítjük az egész országot, hogy minél hamarabb túl legyünk ezen a járványon, ezen a vírusjárványon, és fontosnak tartjuk, és azt látom, hogy a társadalom is fontosnak tartja, hogy oltakozzon, segítse a vírus elleni küzdelmet. Múltkor védőfelszereléseket hoztunk, védőruhákat hoztunk, most több édességet, csokoládét, egy kicsi örömforrást, hogy a nehezebb időszakban, amikor az energia elfogy, akkor egy kicsit tudják pótolni. Én azt gondolom, hogy példamutatóan viselkedik az ország, példamutatóan teljesít az egészségügy. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk Magyarországra, és büszkék lehetünk a magyar egészségügyre. Igazából mindenki várja már az oltást, mindenki várja a szabadulást ettől a vírus helyzettől, és mindenki örömmel várta azt, hogy védettséget szerezzen a vírussal szemben. Örömmel jöttek, gördülékenyen zajlott az oltás. Én, amikor én voltam a védőoltást beoltani, akkor is pörgött minden. Nagyon jó szervezett. Én azt gondolom, hogy felnőtt a magyar társadalom, és felnőtt az egészségügy is az ilyen krízis feladatok végrehajtásához.